Na, hol is kezdjem? Anyám Enolának nevezette. Ami visszafelé azt jelenti egyedül. Mégis, mindig együtt voltunk. És csodálatos volt. Ő volt nekem az egész világ. Most következzen a második tudnivaló. Egy hete arra ébredtem. Anya, hogy anyámnak nyoma veszett. És vissza sem tért. Kijöttem az állomásra a bátyáim elé. Mycroft és Sherlock. Igen, Sherlock Holmes, a híres nyomozó, a bátyám. Ő majd válaszokat ad. Enola, hol a kalapod és a kesztyűd? Kalapom ugyan van, de viszketek tőle. Kesztyűm az nincs. Te jó ég. Egy vadasszony nevelte vad gyermek. De mi majd szalonképessé tesszük Enolát. Messzes lánynak tűnik. Két út áll előtted, Enola. A sajátod és az, amit mások szánnak neked. Ideje megtalálni anyát. A játszma elkezdődött. Ha el akarok rejtőzni a bátyáim előtt, olyan külsőt kell öltenem, ami erre nem számítanak. Hölgy leszek. Azóta is fejlődtél. Épségben van. Találkozott valakivel. Tewksbury Vicomte. Egy mi haszna fiúval. Muszáj segítened, nem hallhatok meg egy vonatot. Én máshol sem, és engem is veszélybe sodortál. Mit tervezel, anyám? Anyánk mindig mindent jó okkal csinál. Megvannak a maga módszerei. Talán a világot akarja megváltani. Talán meg is kell váltani a világot. Más hölgyekkel ellentétben. Engem nem tanítottak meg hímezni. De nyitott szemmel járok. Nyitott füllel. Felveszem a harcot. Meg foglak keresni anyát. Te nem tudsz hímezni.